Szeretném megköszönni a Gravasztárnak, hogy elküldték ezt az aranyos kis robotot, illetve a két testőrét. Most erről a kis csapatról fogunk beszélni. A Gravastar Supernova a cég legújabb nagyméretű Bluetooth hangszórója a Mars Pro után. Mondhatni egy cipőben járnak, mivel mind a ketten ugyanazzal a háromlábú rendszerrel vannak felszerelve, ami ebben az esetben is több pozícióba állítható. Így bár magától nem mozog, a stop motion a barátotok lehet. A robot ez alkalommal egy három lábon járó csöves erősítő formáját vette föl, alul különféle mechanikus alkatrészeket imitálva, felette pedig egy üveg búra, körülölelve három erősítő oszloppal, amik fent egy platformot formálnak, rajta a vezetéshez szükséges gombokkal. Itt fönt a négy gombunk a bekapcsoló gomb, a hangosítás, a halkítás és a fényvezérlés. Mivel igen, a Supernova, csak úgy mint elődje, beépített RGB világítással rendelkezik. Legfőbb eleme ennek a belső mag, ami szerintem fantasztikusan néz ki, és itt sem maradnak el a lábakon lévő fények sem. Egyszerűen jól néz ki, mit mondhatnék? A hátoldalon találjuk a töltőportot egy USB-C formájában, illetve van mellette egy jackport is. Mind a töltéshez, mind a vezetékes használathoz kapunk egy kábelt a dobozban, ami doboz nem mellesleg eléggé menő, és van itt még valami. Nem, ez nem egy kalóz kampó keze, ez egy hordozó kampó. Kettő csavarral felszerelhető az egyik oszlopra, és onnantól a hangszórót könnyebb és kényelmesebb lesz hurcolni. Illetve így nem tapogatjátok össze az üveget, és ha engem kérdeztek, ez a fő indok rá. Amit észrevettem, hogy a burkolat ez alkalommal nagyrészt műanyagból van, ellenben a Mars Pro fém külső borításával. Egy gyors helyesbítés az anyaghasználattal kapcsolatban, a hangszórónak a külső borítása műanyag, a belső felépítése az fémből van, csak úgy, mint a lábaknál a lábszára és a lábnak a borítása is fémből készült, viszont az üveg kupola az egy plexi kupola, az nem üvegben van. Most ezt kimondtam, folytassuk. Nekem van egy érzésem, hogy ezt főként a gyártás megkönnyítéséért, illetve az ár redukálásáért csinálták. Mivel hogy a Mars Pro eredetileg $230-ba került, a különleges egyedi festett verziók pedig $330-ért voltak elérhetőek, míg a Supernova az bár nem elérhető különleges festése, csak feketében meg fehérben, azonban képes volt letornászni az árat $180-ra, úgyhogy szerintem pont annyira menőn néz ki, és egyébként jobban is szól. Beszéljünk a hangról. Kettő driver van a hangszóróban. Egy apró tweeter elől a gépnek a szívében, illetve egy méretes 3-colos full range driver alul. Ezt igencsak jól láthatjuk, amikor dolgozik, és még milyen jól dolgozik. A Mars Prohoz hasonlítva a hangzása az sokkal tisztább, ugyanakkor mégsem vezítette el azt az igazán ütős, mély hangzását, amivel rendelkezett az előző. A hangzás minősége jelentősen javult, amit nagyon nagy öröm kimondani, mivel az előző pár Gravastar termékről ezt sajnos nem tudtam elmondani. A hangminőséget még magasabb szintekre emelhetjük, hogyha kettő Supernovát sztereópárba állítunk, amikor pedig azt merem mondani, hogy elég erővel rendelkeznek egy teljes parti bezengéséhez. De hallgassátok meg a Mars Pro mellett, hogy mégis milyen hangja van. Érdekességük, hogy sztereópárban nem csak egy jelet kapnak, amit aztán bal és jobb csatornára bontanak, de ha kikapcsoljuk az egyiket, akkor a másik is kikapcsol, illetve a fények vezérlésén is osztoznak. Ez utóbbi szerintem nagyon aranyos. A fényefektek egyébként nekem nagyon tetszettek, és nem csak a szokásos 7 színből, de egy-két animált fényből is választhatunk ez alkalommal, ami nekem határozottan tetszett. És most, hogy kibeszéltük magunkat a nagyfiúkról, jöhet a kisöcskös. Az Alpha 65 talán a legmenőbb fali adapter, amit valaha láttam. Ez a robot, hiszitek vagy sem, egy 65 wattos gallium nitrátos töltő, amin két USB-C és egy USB-A port található.
A legelső USB-C port képes leadni a teljes 65 wattot, a második 20 wattot, a harmadik A portunk pedig 18-at. A Forma 1 szerintem kifejezetten barátságos robotot alkot, kettő mozgatható lábbal és két mozgatható, leszedhető mágneses antennával. A lábain állhat, ha éppen nincsen használatban, ha pedig itt az idő a bevetésre, akkor csak kihagyjuk a töltőt és ráültetjük a hálózatra, amikor a szemei felvillannak, és ilyenkor készen is állunk a töltésre. Sajnos, mivel még nem jelent meg a termék, nekem ezt az amerikai töltőcsatlakozós verziót tudták csak elküldeni, azonban ez kapható lesz amerikai, angol és európai csatlakozóval is. A legjobb, hogy a jelenlegi promóciójukban, hogyha előrendelsz egy Supernovát, akkor kapsz mellé egy Alpha 65-öt ajándékba. Ez szerintem egy fantasztikus ajánlat. Az akció egyébként április 9-ig ér, szóval ha akartok egy ilyet, akkor érdemes ezt belehúzni a dologba, de szerintem nem jártok rosszul ezzel a vásárlással. Én őszintén azt kell, hogy mondjam, hogy hangzásra egyértelműen ez a kedvenc termékem eddig a Gravastartól. És őszintén leszek veletek, megjelenésben is a második helyen van. Nem tudom nem az első helyre rakni az én gyönyörű szép, kézzel festett marspromat. Egyszerűen az egy igazi műtermék. Ez pedig csak szintán rohadt menő. Szóval köszönöm szépen a Gravastarnak, hogy elküldték nekem ezt a hangszórót, illetve őnek a fekete barátját, illetve a kis Alpha 65-öt, amiben tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és természetesen a link, amin keresztül meg tudjátok vásárolni, és ugye részt tudtok venni ebben a fantasztikus előrendelési akcióban, ott van a leírásban. Mellettem jelenleg láthatjátok a Gravastar Mars Pro hangszórónak a tesztjét, ugye amiről beszéltem már ebben a videóban egy pár szót, illetve kövessetek Instagramon és TikTokon, mert ha nem, akkor szomorú leszek. Sziasztok!